Sziasztok! A Talmud szerint nagyon súlyos dolog megszégyeníteni valakit. A Talmud azt mondja, megszégyeníteni az bizonyos szempontból olyan, mint megölni. A bizonyíték erre mondja, a Talmud lehet látni, hogy elmegy az embernek a színe. A heti szakaszban azt olvasunk, hogy az örökkévaló ugye küldi Mózest, hogy szóljon a zsidó népnek, hogy készüljenek a szabadulásra az egyiptomi rabszolgaságból, ugyanígy szóljon a fáraónak, hogy engedjen ki a zsidókat. De külön meg van említve valami külön parancsot a fáraó kapcsán. Erre azt mondja a Rashi, mi az a külön parancsolat, amit az örökkévaló megparancsolta Mózest a fáraó kapcsán. Erre azt mondja a Rashi, Civam alav lachlok lakavot. Az örökkévaló külön azt mondta Mózesnek, figyel, a fáraóhoz kell beszélni tisztelettel, nem szabad szemtelen lenni, nem szabad megszégyeníteni. Felmerül a kérdés, a fáraót nem szabad megszégyeníteni? Miért nem szabad megszégyeníteni? Fáraó volt az, aki minden nap megölt 300 zsidó gyereket, és a vérükben fürdött. 300. Miért nem szabad megszégyeníteni? Erre azt mondja az egyik kommentátor, azt mondja, azért nem szabad megszégyeníteni, mert az örökkévaló azt mondta Mózesnek, ha meg fogod szégyeníteni a fáraót, nem tudom már megbüntetni a tíz csapással. Azt jelenti, a fáraó egy ilyen gonosz ember, amilyen volt. De ha meg van szégyenítve, akkor meg van bocsátva neki minden. Ez mutat nekünk, hogy ha olyan helyzetben vagyunk, és meg vagyunk szégyenítve, örüljünk neki, mert ez nagyon sokat ér. Ugyanakkor nagyon kell odafigyelni, hogy senkit, semmi körülmények között nem szabad megszégyeníteni. Köszönöm szépen, és Good Shabbos kívánok mindenkinek!